Teszte ezt a telefon, de kicsit ilyen elég vacak fényviszonyok között, de úgy látom egész jó képet csinál. Bejelentésem van, árulók lettünk. Kobi terméket vásároltunk Lego helyett, mert a Kobi gyárt tankot, Lego viszont nem. Úgyhogy volt itt több kísérlet is, az eltüntette a gyerek a tankot, nem baj, majd megkeressük, hogy tankot kéne gyártani, de hát nem jutottunk egyről a kettőre, akkor mondom, én csináltam egy tankot, de hát az nem lett volna túl szép. Úgyhogy vásároltunk egy ilyen kis Sherman-t. Hát megmutatnám, hogy ugye meg itt is gurul. Ugye a ránclapot már le kell róla műteni, azt mindenképp, azt nem lehet adni 5 percig, mert az nem jó. Hát pozitívan csalódtam ebben a kis paripában. Egész jól össze lehetett rakni. Hát a színek, hát az igen, az látszik, a lánctalp görgőjök világos zöldek, a tank a sötét zöld, de hát ez a legnagyobb problémánk, viszont nagyon szépen össze lehetett rakni. A leírásban azt is eltüntették, örülök neki. Abban volt egy olyan probléma, amikor itt tetejét kellett összerakni, az nekem nem volt egyértelmű, hogy mit, hogyan, merre, de azt a végén rájöttem. Úgyhogy csak ajánlani tudom ezt a kis Kobit. De meg akartam mutatni mindenképpen, hogy ilyen kis cuki lánctalp van rajta. Ez majdnem olyan, mint a motorkerékpár lánc a Legónál. Láttam ilyen mokkokat, hogy ugye azt használják a Lego tankokhoz. Hát van nekünk egy ilyen gyönyörű exkavátorunk, egy ilyen törőgépünk. Ez originál Lego Vulcan setből. Ugye gyerek elböffentette magát, hogy neki Vulcan kéne. Hogy körülnéztem és találtam is egy pár Vulcan setet, azt meghozattam neki. Hát szóltott volna akkor, amikor még gyártották. Jobban jártunk volna, úgyhogy nagyon jó kis exkavátorunk van itt. És ennek a lánctalpa ez brutális, tehát... Igen. Mondjuk ez a Sherman, ez a lánctalppal elég furán néz neki. Úgyhogy szerintem cuki ezzel a kis lánctalpacskával, ami ja, világítanak a lámpák, tehát sötétbe fluoreszkál. Úgyhogy most lesz, van szvéval az egyik lánctalp, de egész jó gurul. Sima felületen természetesen nem, de sima felületen még a Lego se, pedig a Legónál így van megoldva a lánctalp, tehát van benne két ilyen, hát bicikli kerékszerűség, ugye igazából az hajtja a lánctalpat. Igen, tehát itt meg is tudom mutatni, félkézzel nagyon ügyes vagyok, és nem maga lánctalp hajt, ugye itt meg ilyesmit nem találunk. Ja. De el akartam még mondani, hogy ugye ezt Legóból megépíteni nem is nagyon lehet, mert tele van olyan elemekkel, ami a Legóban nincs. Most kapásból nem tudok egyet sem mutatni, de nagyon sok olyan van benne. Úgyhogy nem merem ajánlani bárkinek. Igazából ára az nem van túl kedvező, legalábbis én találtam, de jobb a kis járgány. Majd még kéne egy párat szerezni. Aj, tudom, mit akartam én mondani. Tigris tank. Tigris tankhoz viszont ez a lánctalp viszont szerintem nagyon jól jönne. Úgyhogy van is ilyen gépből még hasonlónk. Az a, mi is volt? Az a hótoló. Ami felett egy ilyen gördeszkás ugrikát, vagy snowboardos gördeszkás. Ja. És nagyjából ennyit akartam, tehát Kobi tank, nagyon jó, gyermek nagyon örült neki. Féltem attól, hogy milyen minőségű, de meglepően jó. Ugye itt vannak a dimenziók, az hozza is. 12,5 centi, mind a 16-ot írtak volna egyébként a neten, de hát akkor úgy látszik, rossz emlékszek. Aranyos kis tankocska. Építés. Jaj, ezt is el akartam, hogy mindent elfelejtek.
Az viszont nem egy Lego. Tehát az a probléma, hogy ugye van egy zacskó, kibontjuk, és azt várjuk, hogy abból eljutunk egy darabig. Nem. Kell hozzá még bontani másik zacskót, és a végén még kb. Félig se volt kész a tank, és az összes zacskót ki kellett bontani, és úgy kiválogatni az alkatrészeket. A zacskók nincsenek megszámozva, de a leírás az egész jól követhető. Egy helyen volt benne hiba. A leírás ennek a tannak, az nem tudod, hogy hol van Márti. Nem. Jó, nem baj. Nem baj. Ja. Az nem, az egy doboz. Az a dobozban nincs benne leírás. Na. Nem baj, majd egy idővel, ha megtalálom, akkor... Jaj, megvan. Köszönöm szépen, szuper. Na. Oldalból a segítségével megvan a leírás, köszönjük neki szépen. Itt látszik ugye, hogy mit, hogyan, merre, eddig teljesen jó, lánctalpat, azt elég nehéz volt össze. De itt, hát itt nem boldogultam vele, mert kikerestem az alkatrészeket, összeraktam egy ilyet. Tehát ezt ráraktam, és nem értettem, hogy itt mi a francot csinál, hogyan rakja össze. És akkor itt próbálkoztam, hogy mi a csuda, meg hogyan forgatom, amire rájöttem, hogy ugye ez az alkatrész mennyiség, ha jól megnézitek, így már jobb, jól megnézitek, akkor kettő ilyenhez elég, és különböző is, csak ugye a valkegér nem vette észre, mert ezen van egy print, ezen nincs print. Print, még az fontos, minden printelt, nem matrica, nagyon rüellem a matricákat, meg általában le is kopnak, le is jönnek. Ez egy nagyon megkímélt darab, de ott látszik, hogy már pödörödik kicsit fel a matrica, pedig ez a Lego is matricával az igazi. Minden printelt, nagyon örültem. Csak ugye itt össze kell rakni ezt, azokból. Nincs odaírva, ez kettő különböző, látni is, mert ugye itt ezen nincs minta, azon van. És akkor ott nem figyeltem, hogy látszik, hogy meg kell fordítani, mondom, ezt így meg kell fordítani, de akkor hogyan rakod össze, nem jön ki. De néztem, hogy hogyan tovább, amire a láng eszemmel itt ez teljesen megvezetett, mondom, ebből hogyan francból lesz ebből ez, amire a láng eszemmel rájöttem, hogy két oldalt építünk, és akkor ide vissza kell menni, és akkor sikerült összeratni. Persze fordítva raktam ezeket össze, fején állt itt az oldalán a csillag, meg ilyesmi, de azt a végén sikerült. Mert ugye ezt a gyerek rakhatta volna össze, ha nem lett volna indisponált hangulatban. De nagyon aranyos kis tankocska. Ugye itt van, hogy printed, no stickers. 9 pluszos. 30,3 tonna, akkor azért volt olyan nehéz összenyomkodni ezeket az elemeket. Tehát nagyon jó kis tucocska. 57 óta volt raktárban, úgy látom, mert addig volt service-ben, addig szolgált a hadseregnél. Nem, ez az igazi tankra vonatkozik, de nagyon örülök neki. Igazából kár is a gyereknek odaadni, de hát ő kapta, ő játszik vele. Lánctalpat rögtön visszarakom, ezt szerettem volna bemutatni ma. Sziasztok!